Ha valaki gyerekkorában olvasott Fekete István, biztosan találkozott Bogáncsal. Nos, Bogáncs a Fekete István Múzeum őrzője. Persze nem az igazi, amelyik az író kutyája volt, de a stílszerűség miatt Budóimre Imre így nevezte el kedvenc ebét. Az igazi Bogáncsot elhamvasztották, és hanvai tartalmazó doboz a múzeum egyik relikviája. Budóimre, Imre egy faluban született Fekete Istvánnal, és innen az indítatás, hogy őrizze és gondozza az egyik legnépszerűbb magyar író emlékét. 1964-ben már tagja voltam a Görlei honismáti Máté szakkörnek, és tulajdonképpen itt tudtam meg, hogy Fekete is ugye a mi falunkban született, és karácsonyra kaptam ajándékba a szüleimtől a Kopányig a a című könyvet, és utána megtudtam a volt gyerekkori pajtársaitól, akiket még ismerhettem, hogy a falunkban született Fekete István, úgy elgondolkodtam, milyen szépen írta az akkori egyszerű emberek életéről, és úgy gondoltam, hogy az ő emlékét nekem kell ápolnom. És hát mikor ide kerültem Dombovára, ugye pár év múlva megtudtam, hogy az édesapja itt született, aki dőlében volt kátortonító fekete árpád, és így született 1863-ban, akkor állatároztam, hogy megnyitom a fekete és a emlékszobát. Eznek a kis múzeumnak az első terme volt, 1995. június 20 én nyitottuk meg, 23-án volt az író halálának 25. évfordulója, a születésének a 95. évfordulója, és ugyanabban az évben volt. És úgy gondoltam, hogy mint Dombovar város első látogatható közütemét megnyitom, és hát ez hál' Istennek sikerült. A gyűjtemény az évek alatt szépen bővült. Vannak itt könyvek, kéziratok, és az író személyes tárgyai is. Itt ugye használati tárgyai, a pipája, itt van a, cigarettatartója, a, cigaretta a vadász az igazolványai útlevele, a húnak a teljes kézirata, az Amnestia címet viseli vegyes kötet, Kopányga a filmforgató filmforgatókönyve, aztán rengeteg fénykép, festmény van az íróról, és én úgy igyekszem ezeket előadni, hogy a gyerekek számára is elfogadható élmény legyen, nem csak a felnőtteknek szól ez a múzeum, nagyon sok gyermekcsoport jár ide, és én igyekszem átadni azt a tapasztalatot, tudást, amit én szereztem. Hát természetesen a az a az editnéni, akivel 18 évig leveleztem, nagyon sok mindent adott nekem ajándékba, fényképet, dedikált könyveket, használati tárgyakat, például az utolsó tolla is nálam valamivel utoljára írt fekete is van, egy ceruzái. Tehát én igyekszem azokat az anyagokat átadni, illetve megismertetni az ifjúságot ezzel a hatalmas anyaggal, ami itt található. Természetesen mindent nem lehet bemutatni, már ugye a fénytől is kell védeni őket, az eredeti kéziratokat nem tudom bemutatni, de aki kíváncsi rá, ugye rengeteg szakdolgozat, diplomadolgozat is készült itt, hát természetesen nekik, akik ilyen szándékkal jönnek felsőfokú intézményben tanulóknak, megmutatok mindent. Bodo Imre elhivatottsága olyan erős, hogy saját családi háza kertjében emeltetett szobrot Fekete Istránnak. Tulajdonképpen az életemet jelenti, mert én, én az életemet erre, hogy a Fekete emlékét és, és munkáját, munkásságát ápoljam. Mint említettem, tíz éves koromban már tudtam, hogy ő kicsoda és hol született, és engem az ragadott meg, hogy ugyan tíz éves korában elkerült Gölléből Kaposvárra, városba, de mindig szívesen járt vissza, és amikor tehette, csak a szülőfalujáról írt nagyon szép történeteket, és általában az igazságot írta meg, esetleg a szereplők nevei változtak, már nem mindenkinek emlékezett a nevére, de maga a történet mindig igazult, és engem az aggódott meg, hogy nagyon szerette a szülőfaluját, a szülőmegyét, Somogyot, és hát az egész Magyarországot, Magyarságot, és ő egy nagy magyar volt, és én az első környezet és természetvédőnek tartom, aki igazán tett is azért, hogy ez a környezetünk megóvódjék, megmaradjon. Bodó minden nagy gyűjtő. Nem csak Fekete István a gyűjt, hanem például malomköveket vagy paraszti eszközöket is. Emellett igazi népművelő is. A kitüntetés indoklásában e munkát is elismerte a jutalmazó.